Útjára indult az idei roncsautó program, a Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó környezetvédelmi alap rekordösszegű költségvetéssel támogatja a környezetbarát gépjárművek vásárlását. A Környezetvédelmi alap igazgatóját, Fülöp Lórándot köszöntöm. Napot kívánok! Mit kell tudnunk erről a rekord költségvetésről? Ugye idén kiemelkedő költségvetése van a roncsautó programnak. Rablá Classic és Rablá Plus néven fut ez a két program. Mi a kettő közötti különbség, így elöljáróban mit kell tudnunk róluk? Én a Rablá Classic elnevezésű programunk az a belső égésű autóknak van kitalálva, valamint a Rablá Plus az az elektromos, valamint a töltetős hibrid autóknak a programja. Valóban a költségvetés az idén az egyik legnagyobb, de amint ezt most már bejelentettük, amikor januárban, jövőben még nagyobb lesz, és 2024-ben még nagyobb. Az idén 680 millió van a Rablá Plusra, az az elektromos és környezetkímélő töltetős hibrid autókra, valamint 560 millió, igen, 560 millió van a belső égésű autóknak. Miért volt szükség a költségvetés megnövelésére? Valójában ezzel is gondolom, hogy elő szeretnék segíteni, hogy minél többen lépjenek be, minél többen léphessenek be ebbe a programba, ugye? Igen, így van. Az az igazság, hogy például 2021-ben a tavaly, valamikor áprilisban indult a program, és nagyon gyorsan, nagyon sok dosszié le lett adva, már nagyon sok autót lefoglaltak, megvásároltak, és ahogy teltek a hónapok a program indítása után, azt hiszem, hogy kétszer vagy háromszor is volt növelve a költségvetés. Most ezt szerettük volna kerülni, ugye, mert ez egy kicsit ilyen reakcionista megközelítés, és azt elemeztük, hogy akkor 2021-ben milyen költségvetésünk volt, és akkor mire lehet számítani 2022-ben, közben a környezetvédelmi alapnak is mi a kapacitása a humán erőforrás szempontjából, mert ugye például nem a magánszemélyeknél, hanem a jogi személyeknél ezeket a dossziékat, leadott dossziékat, ezeket ki kell értékelni. És akkor azt mondtuk, hogy jövünk egy 3 éves tervvel, és 2022-re 1,24 milliárd lesz összesen a költségvetés, és minden évben 10%-kal növeljük ezt. Tehát az 1,364, valamint 1,5 milliárd lesz 2024-ben. És miközben ezt a költségvetést 10%-kal növeljük, a klassziknak, azaz a belső égésű motorokkal ellátott autóknak a költségvetése csökken, hogyha az idén 560 millió, jövőben már csak 510 lesz, és 2024-ben 460, és a Rablá Plus költségvetése, azaz elektromos és töltetős hibrid autóknak a költségvetés megnő, azaz 680, 854 és 1040. Ugye ezzel is azt szeretnék elérni, hogy gyakorlatilag megváltozzon az Románia autóparkja. Mit tudunk amúgy erről az autóparkról? Mennyire öreg autóparkról beszélünk? Igen, itt egy kicsit elszomorít a dolog, de azért van egy nézőpont, ami kicsit javítja a helyzetet. 2010-ben Románia autóparkjának a kora, ha lehet ezt így nevezni, körülbelül 10 év alatt volt, 9,2, nem tévedek, valami ilyesmi. Na most 2021-ben, most 21-es adatokról beszélek, 16,7 vagy 16,8 év az autóparknak a kora. Na most ez így nagyon rosszul hangzik, ugye, és nagyon sokan azt is mondják, hogy hát ez az egész roncsautó program igazából nem segít, viszont, és persze vannak adataink teljesen pontosan, hogy hány autót adtak el az elmúlt 17 éve, stb. De hogy inkább ami érdekesebb az az, hogy azt felejtjük el leggyakrabban, hogyha mi 2010-ben egy 13 éves autóról beszéltünk, akkor az egy 1997-es autó volt, ugye? Az valószínűleg, hogy euró 1 vagy 2 maximum. Míg hogyha 2021-ben vagyunk, és most beszélünk egy 13-es autóról, akkor az egy 2008-as autó, igaz? A 2008-as autók azok már nem euró 1-es vagy 2-esek, hanem akár euró 4-esek is lehetnek. Tehát, hogy miközben telik az idő, még hogyha az autóparknak a kora ugye az nő is, tehát hogy egyre öregebbek az autók igazából, azért mégsem ugyanazokról az autókról beszélünk, mégsem ugyanarról a széndioxid kibocsátásról beszélünk.
Értem. Ugye azt mondtam a felvezetőben is, hogy a cél kivonni a forgalomból 250 ezer 15 évnél idősebb autót. Mennyire látja kivitelezhetőnek ezt a célt egyrészt? Másrészt pedig van Romániának ez irányú vállalása uniós szinten, vagy van egy ilyen direktíva, aminek mi is meg kell feleljünk? Így van. Hát az országos helyreállítási, ugye ez a PNRR néven futott programon belül van egy ilyen vállalásunk, hogy 250 ezer, 15 évnél régebbi, és legtöbb Euro 3-as autót fogunk kivonni 2026-ig, de azt hiszem, hogy 25 végéig igazából, mert 26 az már csak a statisztikának van. Tehát, hogy ez a 250, hogy mennyire reális, vagy mennyire lehetséges ezeket az autókat kivonni, nagyon egyszerű számolni, tehát hogy igazából tiszta matematika az egész. Hogyha a tavaly, tegyük fel, hogy, vagy nem tegyük fel, hanem a tavaly volt 640 milliós költségvetés a Rabla Klassziknak, ugye most kevesebb a Rabla Klasszik, mert ugye azt mondtuk, hogy mind csökken és csökken. 640 millió volt a Rabla Klassziknak a költségvetése, akkor abból nagyon pontosan ki lehet számolni, most már tudjuk, hogy hány autót sikerült vásárolni a roncsautóprogram keretében, igen. Így van. És hogyha mi csak nézzük ezt a három elkövetkező évet, tehát tegyük fel, hogy most felejtsük el 2021-et, és akkor azt mondtam, hogy 1,24, 1,36 és 1,5. Tehát ugye ez 4 milliárd, nagyon durva 4 milliárd lejről van szó. És ebből a 4 milliárd lejből egész pontosan kiszámítható, hogy körülbelül hány autót fognak vásárolni, de mivel most mindenképpen legalább egy autót le kell adni egy új autó vásárlásakor, akkor azt is tudjuk, hogy minimum hány autót fognak kivonni. Na most természetesen nem lesz az összes kivont autó forgalomból 15 évnél régebbi és legtöbb Euro 3-as, de hogy ebből nagyon pontosan ki lehet számolni, körülbelül mennyi hány autóról beszélünk, és hogy biztosak legyünk a dologban, ugye januárban valamikor a sajtóban már megjelentek különböző hírek erről, hogy lesz még egy másik program is, ami még dolgozunk, tehát hogy még itt még vannak pontosítani valók, de hogy a helyi önkormányzattal együtt a környezetvédelmi alap, majd autók, tehát hogy végül is ki lehet írni forgalomból autókat, és azért majd az ember kap egy ilyen vouchert, vagy valamiféle ilyen értékjegyet, amit majd elhasználhat valamilyen szabályoknak megfelelően. De nem feltétlenül autóvásárlásra, hogyha jól értem. De nem, pontosan, de nem kell új autót vásároljon. És akkor a Rablával, mármint ugye ez a Rabla Klasszik, Rabla Plusz, valamint ezzel a másik programmal együttvéve, egész reálisnak az, hogy nagyon egyszerűen kivitelezhetőnek tűnik, hogy 250 ezer autót kivegyünk forgalomból. Annyi megjegyzéssel, hogy nem kell elkeseredni sajnos, ugyanis jelenleg most Romániában a rendőrség adatai szerint 3,5 millió 15 évnél régebbi autó, pontosan nem is a 15 évnél régebbi a lényeg, hanem hogy Euro 3-as vagy annál kisebb besorolású autó járkál az utakon, pontosan, ami azért ugye pontosan, a környezetet pontosan is szennyezi, és gyakorlatilag mindannyian nyerünk abból, hogyha ezek az autók kikerülnek a forgalomból. Hadd térjek vissza picit ugye erre a bizonyos Rabla Classic és Rabla Plus roncsautó programokra. Melyek a legfontosabb idei változások a programon belül? Az egyik legfontosabb az, hogy le lehet adni most már két autót is. Tehát ki lehet iratni forgalomból két autót. Ez azt is jelenti nyilván, hogy változtak azok az összegek, amit a leadott autókért kapunk. A másik nagyon fontos dolog, ezeket mindjárt számokban is mondom, a másik nagyon fontos dolog az, hogy a Rabla Plusznál, ha elektromos autót szeretnénk venni, most már feltétlenül le kell adni egy autót. Tavaly még nem kellett, tehát nem volt ez a kikötés, most feltétlenül legalább egy autót le kell adni. Változtak a határidők is, volt egy ilyen 240 napos határidő, attól a pillanattól, hogy a dealernél ugye megkaptam ezt, tehát lefoglaltam az autót, 240 napon belül le kellett szállítsák az autót, volt nekik egy ilyen határ
határidejük. Na most ez az ismert chipes chip helyzetre nézve, ugye ezt meg kellett hosszabbítsuk 300 napra. Volt még egy ilyen kis aszinkronizáció, a között, hogy a leadott autónak volt egy ilyen 60 napos határideje, azaz, hogy amely pillanatban én elmentem a dealerhez, és azt mondták, hogy oké, akkor lefoglaltam az autót, 60 napon volt, hogy leadjam, kiírjam forgalomban a régi autót, és ugye a 240, amíg megjön az új autó. Na most ezt kellett egy kicsit javítsuk, mert hogy nagyon sok ember akkor autó nélkül maradt akár hónapok keresztül, és akkor ezt a leadott autónak a határidejét is kitoltuk 300 napra. És nagyjából azt hiszem, hogy még igen, egy pár még hadd kérdezzek rá az autó leadásra is. Ott változott-e valami papírok szintjén? Milyen állapotban kell az autót leadni? Milyen kritériumoknak kell ott megfelelni? Nem változott különösen, nem kell ITP-je legyen az autónak, tehát ilyen műszaki vizsgán nem kell átmenjen, viszont az nagyon fontos, hogy forgalomban legyen írva, tehát úgy kell legyen papírja nyilván, és meglegyenek a legfontosabb alkatrészei, azaz, hogy legyen motorra, legyenek kerekei, legyen karosszéria, stb. Tehát, hogy egy autóról beszélünk, nem pedig egy roncs halmazról, ugye. Még egy nagyon gyors kérdés, nagyon rövid választ várok rá, ugye itt elektromos autókról is beszélt az előbb az elnök úr. Mi a helyzet a töltőállomásokkal? Reménykedhetünk-e abban, hogy azok számára, akik már elektromos autóval járnak, minél több töltőállomás lesz elérhető? Igen, nagyon röviden, jelenleg 800, körülbelül 800 töltőállomás van az országban. Mi elindítottunk decemberben egy programot, annak keretén belül valószínűleg, hogy 2600 töltőállomás, ilyen közepes erősségű töltőállomás, itt lehetne sokat beszélni erről, hogy mit jelent ez, de hogy oké, közepes erősségű töltőállomás lesz. A Fejlesztési Minisztériumnak ugyancsak a PNRD programon belül lesz 13200 töltőpontja, azaz kb. 6600, mondjuk, vagy 6000 valami ilyesmi, 6600 töltőállomása, valamint ugyancsak a környezetvédelmi alap az idén 2022-ben még indít egy töltőállomásos projektet, 500 milliós költségvetést, és ezek mivel kis erősségű töltőállomások, valószínűleg, hogy több én 10 000-et satszolok, de hogy olyan mondjuk 8-10 000 töltőállomás lesz. Hogyha Hollandiának ma van 65 000 töltőállomása, akkor azt gondolom, hogy Romániának az elkövetkező 3-4 évben mi is, nem 65 000, de mi is el fogjuk érni a körülbelül 20 000 töltőállomást. Jó, ezek mind jó hírek voltak. Köszönöm szépen Fülöp Lórándnak, a Környezetvédelmi Alapigazgatójának, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon sok még a kérdés a környezetvédelem kapcsán, úgyhogy bizonyára még hívni fogjuk az elnök urat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, én is viszontlátásra.